Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit! Ha valaki a hagyományos népi kultúra közvetítésére adja a fejét, annak nem csak a dalokban kell megjeleníteni mindezt, hanem a viseletekben is. Ezzel a gondolatisággal él Zsikó Zsuzsanna is, aki rendületlenül gyűjti a viseleti darabokat, ékszereket, és most bepillantást enged a magángyűjteményébe. Sárga dinnyen nem egy ez a göröggel, a te szíved nem egy ez az enyémmel, mert a tiéd csak farsággal van tele, megcsalná az enyémet, ha lehetne. Zsikó Zsuzsanna énekel a zenekar új évi koncertjén, ám ezúttal nem kétségkívüli tehetsége, énekhangja a lényeges, hanem a ruha, amit visel. Mert hogy Zsuzsi ezzel, mármint a viseletekkel, amelyeket a fellépéseken is használ, kultúrát közvetít. Na, és hát akkor itt van ez a fekete aranyruhám, ez volt rajtam az új évköszöntőn. Most ezt a felső részét, ezt is mindjárt megmutatom, ez külön a fűző. Ezt addig ide teszem. Mivel a sárközi és a kalotaszegi viselet a kedvencem, ezért ezen a ruhán is abszolút a sárközi, illetve a kalotaszegi díszítő elemek láthatóak. Az alján lévő díszítés, ami a kalotaszegire utal, hiszen ott is a szoknyán, illetve a kötényen is szalagokat láthatunk. Egyébként életfa motívum szerepel rajta a ruhán, és amik itt a páváknak a fark tollán látható, az pedig a sárközi főkötőről származik. Ez a fotó az első bizonyíték rá, hogy egész kicsi lánykorában már otthonosan hordta a viseleteket. Beleszülettem, mondja. Ez volt az első sárközi kis ruhácskám, ezt nagyjából 3 éves koromban hordtam. Ez volt hozzá a kis blúz, meg a pruszlik, úgy hívták, vagy úgy hívják itt a sárközben a mellényt, hogy pruszlik. Van ehhez egy darab alsó szoknya, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem ezt, és hát természetesen ezt is megőrzöm, mert ha úgy alakul, akkor jó lesz majd az én kislányomnak. Beleszülettem a viseletekbe tulajdonképpen. Majd megmutogatom, vannak itt olyan darabok, amiket még az apai dégy nagymamámtól örököltem, úgyhogy meg hát így sárközi lány révén furcsa is lenne, hogyha ha nem lennék tele viseletekkel és ékszerekkel, meg hát valahogy kötelességemnek is érzem, hogy így, hogy a népzenével, a népdalokkal foglalkozom, hogy legyenek tárgyaim, hiszen az énekhez, a zenéhez szorosan hozzá kapcsolódik a viselet, az ékszer, a különféle tárgyalkotó művészetekből darabok, úgyhogy azt hiszem, hogy ezek így alkotnak egy nagy egységet. Ez is egy különlegesebb, a szívemhez is közel álló, több száz éves darab szintén. Ezt még a déd nagyanyám is hordta, sőt, a nagymamám is ebben ment férjhez, és anya is még, amikor volt apával a lakodalmuk, akkor mint menyecske felvette ezt a ruhát. Hát a rojtok azok ugye újak rajta, meg ez a szalagdíszítés, ez új, viszont ez a dísz, illetve ez a dísz, ez még a régi eredeti. Úgyhogy ezt is nagyon-nagyon szeretem. Természetesen gyűjtök, bármerre járok, és ha találok valami szépséget, akkor kénytelen vagyok megvásárolni, és hál' Istennek, a közösségi oldalaknak köszönhetően nem is feltétlenül kell rengeteg kilométert megtenni azért, hogy egy-egy darab a birtokomba tudjon kerülni, hiszen az interneten is lehet vásárolni nagyon szép darabokat. Hoztam haza most olyan ékszert is, amit így az interneten keresztül sikerült
megvásárolnom. Ezektől a kincsektől nem szoktak megválni, hogyha valaki nagy nehezen hozzájut. Nagyon-nagyon sok idő, nagyon sok munka, amíg egy-egy darabot meg lehet szerezni. Nekem is van olyan darabom, amiért nagyon sokat küzdöttem, hogy az enyém lehessen. Ez egy kalotaszegi, magyar vistán vettem, gyöngyös kötény. Ennek is jó nagy súlya van, és ez is végig kézi munka, végig gyöngyök díszítik, és amiket itt az oldalán és az alján lehet látni, nagyobb gyöngyöket, ezek eredeti hólyag gyöngyök, ilyeneket pedig nem is lehet már kapni, ezek a nagyobbak. Ez is ünnepnapokon szokták a nagyobb lányok viselni. A kisebb lányoknak is ugyanilyen gyöngyös van, csak hát nyilván az kisebb méretű, nem is ennyire nehéz, és gyakorlatilag misére, különféle jeles napokon szokták felvenni. Hogy mit vesz fel egy-egy fellépésre, nagyon sok összetevős meséli. Függ a helytől, a színpadképtől, a világítástól, a koncert műsorától. Soha nem adnám el egyetlen darabomat sem, mert ezek számomra kivételes eszmei értékkel bírnak. Része annak a világnak, amit képviselek, mondja. Nem sokszor szoktam viseletben énekelni. Van, amikor a hely, a színpad, a közönség egy adott műsor megkívánja, viszont mindig próbálom úgy összeállítani a fellépő ruháimat, hogy legyen benne valamilyen viseletdarab. Ha nem is konkrétan maga a viselet van rajtam, de akkor abból egy részlet, egy ékszer, egy fülbevaló, vagy egy öv. Ennek az a neve, hogy dulendlé, ez is kalotaszegi. Ezt így háromszögbe szokták hajtani, kicsit nehéz. Gyakorlatilag ez a fátyol, a mennyasszonyi fátyol, ezen is ugye az életfa látható, és ezt úgy szokták felvenni, hogy ezt a csipkét felveszik. Jó, hát kontyuk szokott lenni, most én azt nem fogok csinálni. Ezt ugye így felkötik magukra. Így. Igen, ez nagyjából ennyire elő szokott lenni. Persze ehhez el kell képzelni még a viseletet, alsó szoknyákkal, mindenféle ékszerekkel. És akkor így szokták. Így, mindjárt ezt jól beigazítom. És ezt így oldalra. Hát jó, ez még leszokott lenni csatolva. És akkor tulajdonképpen ez így van. Új bemutatóra készül a Szekszádi Német Színház. Boccaccio Decameron című művének zenés feldolgozását viszik színpadra június 12-én a Vármegyeháza udvarán. Katerina! Vielleicht ist mein Vater noch munter. Nein, nein, der schnarcht schon längst wie so ein altes Murmeltier. Vielleicht sollten wir noch warten. Már gőzerővel próbálja a Szekszárdi Német Színház társulata a legújabb darabját. Sok előadást le kellett mondaniuk a koronavírus járvány miatt, de most újult erővel vethetik magukat a munkába. A társulat sokat játszik külföldről érkező vendégművészekkel, ami szintén megnehezíti jelenlegi helyzetüket. Mi nagyon sokszor játszunk vendégszínészekkel, külföldi német, osztrák vendégszínészekkel. Ez most nem megoldható, tehát mindenképpen olyan megoldásban gondolkoztunk most itt a vírus utáni időszakra, amikor úgy tudunk szabadtéren és az országban bárhol játszani, hogy nem kell a vendégszínészeket elhozni Németországba vagy Ausztriából, mert nem tudjuk, hogy milyen feltételek mellett jöhetnek. Tehát most így
belső körökből oldottunk meg mindent. Mindenképpen olyan darabot szerettünk volna, amit tudunk játszani szabadtéren, és azért egy Decameron feldolgozásra esett a választásunk, és június 12-én lesz a premierünk a Vármegye házának az udvarában, szabadtéren. Ez a feldolgozás, ez 7 epizódot tartalmaz, plusz egy ilyen bevezetés, tehát 8 kis fejezet, és nem mi válogattuk, hanem találtunk egy feldolgozást, egy német úr, Manfred Schild feldolgozását visszük színre. Amikor elkezdtünk gondolkozni, hogy mit tudnánk a közönségnek kínálni a járvány utáni időszakra, amikor már látható volt az, hogy valószínűleg a színházak először csak szabad téren játszhatnak, akkor mindenképpen olyan dologban gondolkoztunk, ami könnyen fölépíthető, bárhol játszható. Tehát tulajdonképpen a vásári komédia irányában gondolkoztunk. És a díszletünk is tulajdonképpen olyan, amit bárhol nagyon egyszerű elemekből össze tudunk rakni, és a jelenetek az epizódok között is ugyanaz az egy díszletelem sok minden mást jelent. A Decameron a firenzei pestis járvány idején játszódik, ahol egy kastélyba menekülő társaság azzal szórakoztatja egymást, hogy 10 napon keresztül mindenki mond egy-egy mesét. Ezekből a rövid történetekből, novellákból áll össze a mű. Ez egy tulajdonképpen ősbemutató. Ez a Schild úr, aki ezt írta 98-ban, Olaszországban bemutattak egy verziót, még 98-ban, ez már a múlt évezred. De most ezt a szöveget mi állítjuk először színpadra az egész világon. Ez az ő világlátását is egy picit tükrözi ez a darab. Nem az összes Boccaccio történet szerepel itt, hiszen akkor 10 napig ülnénk a nézőtéren és játszanánk a színpadon, hanem csak pár történetet választott ki, amiből egy olyan ívet volt szándéka kirajzolni a szövegben, hogy az embernek oda kell figyelni az életében, mivel is tölti az idejét, mert képesek vagyunk, ez lehet, hogy pár embernek újdonság lesz, de bizony ez sokszor előfordul, képesek vagyunk félreérteni az életet, és azzal foglalkozni, ami kevésbé fontos. A végén ott állunk a halálos ágyunkon, vagy a halál pillanatában, és arra gondolunk, hogy milyen jó lett volna, ha többet szeretünk, milyen jó lett volna többet lenni a barátainkkal, többet sétálni mezitláb a fűben. És a karantén ideje alatt hát ezek a gondolatok sokunkban megjelenhettek, hogy milyen jó lenne szabadon sétálni mezitláb a fűben, milyen jó lenne a barátainkkal lenni, vagy akár milyen jó lenne többet szeretni azt, akit szeretünk. És hát az aktualitása innen is jött, mert érdekes azért ez az összeállítás, hogy a Deutsche Bühne Ungarn egy olasz témát választ. De hát mindenki volt bezárva, ezt most már egy országos, sőt világszinten osztjuk ezt a hangulatot, és a Decameron eredetileg is egy karanténban zajló történet. Ez egy időutazás, az elején a mában vagyunk, tulajdonképpen egy ilyen áttűnéssel az idő átvezeti a múltba a főszereplő figuránkat, és a végén vissza is térünk a mába. És ez egy írói lelemény a szövegben, hogy miközben egy régi történetbeli figura beszél, a végén egy hatalmas nagy monológot Paula Donner művésznő megformálásában, tulajdonképpen az már a mai embernek szól. Az már olyan, hogy ha végig gondoljuk, hogy a reneszánszban városállamok, közvilágítás, csatornázás, színház szinte olyan volt, mint egy mai. Hát egy kapitalista társadalom volt, amiben ma is élünk. És azoknak a problémáit, azoknak a visszásságait mondja el, és igazából néha kényelmetlenül vakarózunk, hogy annyira igaznak hangzik a mai társadalmi berendezkedésre is. Úgyhogy így mai, hogy a mához szól, de régről. Állt hinted én mond, und tief in mir drin. Und wenn du den Ort gefunden hast. Ez egy olyan színfoltja a repertoárunknak, amihez hasonló régóta nem volt, mert volt hasonló koncepcióban előadás, de évekkel ezelőtt. És tényleg itt a tagok meg tudják mutatni, mivel ez kis epizódokból álló, tehát nem is egy nagy íve van, sokkal inkább 7-8 kis történet, szinte különálló kis színdarab.
Itt a színészeknek nagyon nagy lehetősége van arra, hogy megcsillogtassák a különböző figuraalkotási képességeiket és tehetségüket. Az igazgatónő nagy terveket szül a jövőre nézve, hiszen amellett, hogy sok elmaradt előadást kell pótolniuk, a Decameronnal együtt 4 új bemutatóval készülnek. A jövő évadban nagyon sok előadást kell pótolnunk, reméljük, hogy tényleg az ősz az olyan lesz, hogy játszhatunk is. A tavasszal kimaradt rengeteg előadásunkat, ezek között vannak tájelőadások is, és itt a Székhelyen tartott előadások is. Ezeket szeretnénk pótolni, és ugye, ahogy mondtam, lesz egy bemutatónk szeptemberben, ez a Boros revű, nincs még meg a címe, meg előtte a Sirály, ezeket is mind játszani fogjuk, és akkor még egy új darabunk lesz az ősz folyamán, az pedig egy mese, Hotzenplotza rabló, vagy Torzomborza rabló, ez a két magyar cím, ami ismertebb ebből a meséből. Terveik között szerepel, hogy a felnőtt előadásaikat is megutaztatják. Ez egy új kihívás számukra. Jellemzően inkább a gyerekdarabjaink mennek a zsebszínházi kicsi produkcióink nyáron táborokban itt-ott. Most ez egy új terep, hogy színházi nagy produkciókat szeretnénk vinni, és lehet, hogy annyira jó lesz, hogy aztán a következő évektől már szokássá válhat. Hast du mich lieb? Ja. Und weißt du das morgen auch noch? Jawohl. Bestimmt. Warum soll ich suchen, was ich schon gefunden habe? Na dann komm, wir haben nicht viel Zeit. Televízión is részt vett a Szekszárdi trianoni emlékműsor elkészítésében. Idén a koronavírus járvány miatt nem mutattak be közönség előtt színpadi darabot. A Magyarországi Német Színház színészei vendég előadókkal kiegészülve viszont emlékműsorral készültek, amit stábunk végigrögzített. Dac fogott el és furcsa makacság. De nem mondtam ki azt a szót soha. És most már nem is tudom kimondani. Már hetekkel ezelőtt elkezdték próbálni a Nemzeti Összetartozás napi emlékműsort a színészek és az előadók a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ márvány termében. A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából a Babits Mihály Kulturális Központ felkérésére a Magyarországi Német Színház színészei vendégelőadók bevonásával állítottak össze színpadi műsort. Televíziónk munkatársai az egészet felvették. Januárban keresett meg minket a Szekszárd a Lóra Babits Művelődési Központ, hogy ebben az évben, mivel 100 éves évfordulóját ünnepeljük a trianoni békeszerződésnek, hogy készítenénk-e mi egy műsort a DBU, a Magyarországi Német Színház magyarul beszélő színészeivel. És akkor mi ezt elvállaltuk. Olyan szövegeket, verseket és rövid szövegeket válogattunk, amik vagy írók tollából származnak, vagy pedig történészek, de mind az 1920-as év környékéről. Tehát akár a békeszerződés napján elhangzott szövegből is idézünk gróf Apponyi beszédéből, illetve minden írót, meg mindenkit nyilván megmozgatott akkor ez a történés, és nagyon sok író írt valamilyen kis véleményt, elemzést erről a számunkra még mindig nagyon szomorú eseményről. Akkor figyelem, próba lesz! Fontos, hogy most a magyarul beszélő színészek és előadó művészek részvételével készüljön ez a műsor, és mind Rubány Anitával, mind Orbán Györgyel már dolgoztunk együtt, tehát tulajdonképpen nagyon zökkenőmentes volt ez az összmunka. Szava nem hangzik messzire nagyon, de kedvesen zeng és álmatagon. Magyar mezőkön sok virág terem, mit nem ismer meg soha idegen. Illata, színe kedves ám szívünknek, s vele ékítjük honi ünnepünket. Magyar vidékről 3 énekes kopog-e háznál, és szállást keres. A szíveken kopogtat csöndesen, játékosan, és üzeni velem, hogy mind a 3 magyar, s nem akar hódítani. Nem kell más diadal, csak szívetek megértő dobbanása.
A koronavírus járvány miatt idén nem csak a próbák, hanem az előadás bemutatója is közönség nélkül zajlott. Az előadás igazi kihívás volt a műsorban résztvevőknek. Teljesen más, tehát hogyha most élőben játszanánk, akkor egy nagy kompozíciót kellett volna létrehoznunk, egy összszínpadi képet, amiben mindenki tudja, hogy mikor hova megy. Most pici epizódokat fogunk felvenni, ez egy egészen más hozzáállást igényel. Az emlékbeszédet Ács Rezső szekszárd polgármestere mondta, aki szintén közönség nélkül szólalt fel. A fő üzenete az, hogy bármilyen körülmények is alakulnak, és valahogy alakul körülöttünk a világ, vagy éppen Európában. Magyarország mindig is volt, magyar nemzet mindig is volt. Sok nehézséggel küzdött meg az elmúlt évszázadok során Szekszárdon is természetesen, de mindig voltak olyan célok, amiért tudtunk küzdeni, és a lényeg pedig az, hogy bármi is ért bennünket, mindig fel tudtunk állni. Tehát ebben a nemzetben, ebben a városban van egy olyan erő, amely lehetővé tette azt. Sok nemzet eltűnt az elmúlt évszázadokban a történelem során, de Magyarország, magyarság mindig is megmaradt, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan belső erő, amelyre lehetett támaszkodni az elmúlt évszázadokban is, és kell is, és a Trianon esetében pedig ugye jelentős mértékben meggyengült az ország szándékosan. Ennek ellenére teljesen nem lehetett eltüntetni. Itt vagyunk Közép-Kelet-Európában, nagyon jó helyszín, stratégiai helyszínként, és én azt gondolom, hogy ez a belső tartás, amelyre eddig is tudtunk támaszkodni, és tudtunk belőle táplálkozni, ez mindenféleképpen kis közösségben, nagy közösségben egy fontos erő, amely azt mutatja, hogy bármilyen viták is vannak köztünk itt a városban is, van egy olyan közös nevező, amely egybe tart bennünket, és egy cél érdekében mozgatja meg az egész város és az egész országot. A Nemzeti Összetartozás napi emlékműsor a Babits Mihály Kulturális Központ és televíziónk Facebook csatornáján is megtekinthető teljes terjedelmében. A 2015-ös Paksi Tehetségkutatón nagy sikert aratott Pagony zenekar idei átalakulásával jött létre az Origamiz formáció, mely Léleges című dalával debütált közel 2 hónapja. Az alternatív popot, hip-hopot és funkit játszó Paksi együttest most ismerjék meg közelebbről. Április közepén a pandémia közepette debütált Léleges című dalával az Origamiz. A Paksi zenekar a bolygó védelmére, az emberi kapcsolatok belső értékeire hívja fel a figyelmet, mely ebben az időszakban még jobban felértékelődött. A dalt 2 verzióban is elkészítették, hisz egy közösségi összeállítás is megvalósult. Dalukhoz a videoklipet Gazdag Martin készítette. A Paksi Tehetségkutatón 5 évvel ezelőtt befutott Pagony zenekar megújulásával jött létre, ez év elején az Origamiz. Kovács Aliz, Kerner Péter, Por József, Tar Sándor, Balog Tamás, Kis Gábor, Kriszt Antal és Verli Balázs által. Alternatív popot, hip-hopot és funkit játszunk. Próbáltuk egy kicsit úgy alakítani a dolgokat, hogy egy kicsit rádióbarátabb, kicsit táncolhatóbb, eltöbb zenét tudjunk játszani, és annyira átalakult minden, hogy ezért kellett egy teljesen új név. Ez lett az Origamiz. Jelenleg, amit már publikáltunk, az a Lélegezz, illetve a Chill jött ki a hétvégén. Először a Chill-lel szerettünk volna debütálni, de itt a világhelyzet úgy hozta, hogy egy másik dallal kellett először kijönnünk, ez volt a Lélegezz, amit tavaly októberben írtunk még. Aztán nagyon hamar abban a valóságban találtuk magunkat, amiről valójában szól a dal. Ezt április 14-én jelentettük meg, és kitaláltuk, hogy mi lenne, hogyha összehoznánk az embereket, és megkértünk mindenkit, aki úgy gondolja, hogy ez jó érzés neki, küldjön nekünk egy videót, miközben énekeli, rappeli a dalt, és akkor ebből 2 hét múlva vágtunk egy új videóklippet. Csak az lát igazán, aki szívvel áll.
A rajongók igen aktívak voltak, így számtalan ötletes felvétel érkezett be 2 hét alatt, amiből elkészítették az Origamis 2-t. Legújabb szerzeményük pedig a napokban látott napvilágot. Most május 30-án debütált a Csillagszín című dalunk, amit még majdnem egy pagonyos időkben írtunk, de ott már azért erősen az Origamis szele bennünk volt, és abszolút Origamis dal is lett. Hát nagyjából hetente egyszer próbálunk, most már újra. Hát azok a próbák mondjuk ilyen 4-5 órások. Az elmúlt 2 hónapban sajnos nem is került összejönni. Így volt helyes, így éreztük helyesnek. Hát azon kívül ugye ide szoktunk följönni, itt szoktuk felvenni a dalokat. Arcomon a mosoly és a zápor megjött, minden csepp a testeden, egy lángot törzött, közben bőrigázva, szeretkezve, csak lábas Viki tovább énekelje. Újra szabadság nyíli bennünk, jön a csodálatos nyár. Tűzet körbe ülve, futunk a boldogság után. Boldogság után. Magával a zenével nagyon régóta foglalkozok igazából, tehát még általános iskolába jártam trombitára, majd szaxofonra is, tehát hogy valamennyi zenei előképzettségem van. Majd ugye a rap meg a hip-hop zene volt az, ami barátokon keresztül ugye bele folyt a vérembe, úgymond, amit nagyon megszerettem. Az Origamisban én abszolút a rap, vagyis hát ugye ezt ugye MC-nek mondják, az egyik MC szerepét töltöm be gyakorlatilag. Tehát szöveget írok, általában az általam elreppelt szövegeket, azokat ugye én írom, illetve nyilván akkor én is adom elő. Jön a csodálatos nyár. Esti gondom, az utolsó söröm, a homokban bontom. Ezek vagyunk mi most, fiatalok szépek. Legalábbis így látom, magunkat tépnek. A vég az ég volt, az fejükre sötétet. Kifekszünk a napra, gyere, élvezd! Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!